töretlen a csok népszerűsége. A kifizetések a koronavírus járvány ellenére megduplázódtak. Az idei első fél évben csok formájában több mint 63 milliárd forinttal támogatta az állam a családokat. 2020 első fél évében felpörögtek a csokkifizetések. Még 2020. január 1 és 2020. június 30-a között 63,2 milliárd forintot, addig tavaly ugyanebben az időszakban ennek az összegnek a felét mindössze 31,9 milliárd forintot fizetett ki erre az államkassza. A magyar államkincstár kifizetési adataiból egyértelműen kiolvasható, hogy még a veszélyhelyzet ideje alatt is éltek a csok kínálta kedvező lehetőségekkel a családok, és folyamatosan intézték az igénybevételhez szükséges ügyeket. A csok jelentős segítség az otthon teremtéshez. Ezzel a kormány 2020. július 31-ig több mint 148 ezer családot támogatott 466 milliárd forinttal. A csok mellett a kormány számos a családokat és fiatalokat támogató intézkedéseinek is betudható az, hogy sikerült demográfiai fordulatot elérni. 2020 első fél évben a születések száma 5,5%-kal több volt, mint az előző évben. Már több mint 5 éves a csó, melyet új lakásvásárlásra vagy építésre, használt lakásvásárlásra, bővítésre lehet felhasználni. Meglévő gyermekeik után a házastársak, az élettársak és az egyedülálló szülők, valamint a gyermeket vállaló házaspárok is igényelhetik.